Na hát akkor elindítottuk a felvételt, és akkor ma megyünk. A jó büdös ja. Hol vagyunk amúgy? Catania? Vagy mi a szar ez? Aha, Catania. Innen megyünk Tripoliba. Jó. Manage Radio Comps, ne. Ne menedzselj nekem itt semmit, csezd meg, mert... Jól, még eddig nem jöttünk ki belőle sose. Nekem megy. Én amúgy nem tolatom vissza magamat, inkább visszatolatom. Ne, én se fogom, én is kifordulok. Vagy visszatriverzek. Igaz, hogy fölgyulladt tőle a hajtómű. Majd. Ne törődjél vele, jaj, behelyezkedek. Na, hát akkor nyomok egy... Merre kell kimennünk amúgy, merre kéne beszélnem itt. Jobbra. Ja. Hotel Alpha Golfon szerintem majd arra fog irányítani. Straight out, nem? Aha. Vagy nem, de depart south kész. Ja, depart south kész. Ja, akkor lehet, hogy ezért elenged a... Nem a 26-osról, hanem a 8-esről. Ja, Hotel Alpha Golf. Már szálltam föl itt egy pár szó. Vagy ugye a golf az a végén van, tehát el kell taxiznunk szépen végig a reptéren. Jó. De nem baj. After entry south. Kitalatok addig. Tök jó itt a checklistával, szerint végigmész és van egy ugye control surface check. És nekem az egész padomba mindig beleír a kormány, és rájövök ilyen kollégám felszállása előtt, hogy ha jobbra csülök, és ha hasra húzom a botot, akkor az útban van. Hát igen. Jó, hát akkor én is ready vagyok, úgyhogy... Még a nézetet beállítom. Mire visszaül az ajtómű? Kényelmesre. Linear cep on. Két heatet felkapcsolom. Master caution. Ja, én is felnyomom. Katára, egy... amikor nem látsz az aradik se, nem? Hát jó, de egy diszpléjel múlik az életed. Hát, hát amúgy is. Most gondolj be, hogyha az a diszplébe beszaradik, akkor mi van? Hát akkor így gyertem. Hát a, tehát azért CAT 3 az igencsak túlbiztosított rendszer. Ja. Hát itt nincs egy így gyártá, tehát ő már ennyi erővel beteszek egy iPad-et egy izébe, a SkyDemonnal, és azon is látom a repteret. És akkor, és mégse CAT 3. Ja, de ugyanígy látod mindezen. Aha. Komolyan? SkyDemon, a SkyDemon is ki tudja rajzolni. Megy előttem egy fallout, mondjuk ezt a reptéri forgalmat lejjebb kéne venni egy kicsit, mert... Én levettem 10%-ra, mert rohadt idegesítő. Mi volt ez a bucka a leszállásnál, ezt nem is értem. Te, én sokkal jobb a testem ám rajta. Néztem igen? A tédet, hogy te egy kicsit billenti rajta. Hát én konkrétan így az eget láttam fölfel 90 fokba egy pillanatra. Jövök utánad, várjál meg. Megvárlak. A strobot te bekapcsolod ilyenkor, ami jöbe. Aha. Hát alapvetően 9500 feet-ig ajánlod bekapcsolni. Aha. Főleg, hogyha VFR-ba mész, tehát semmi elkülönítés, itt tényleg látva repülsz, és ja. Tehát magadat is láttatod. Látni és látszani el valapján, mint a rendőrség. Pontosan, jaj. Várjál, mivel heading bugot fölcsekelem, hol máshol, mint itt a repülőtér közepén. Az mire jó egyébként? Vagy a, nem addig bugot, hanem azért az altitude bugot. Ja. Hát az ugye, hogy autopilotot kapcsolsz, és akkor... Ja. Okay. A kompassz rózon körbe, a kis ja, cucca. Megvan, hogy mi, ezt tudom. Ja. Csak azt nem tudom, akkor mennyit beszéltünk? 9500. Ja, így hívják, hogy... Ja, 9500 feet. Jó van. Akkor szóljál, hogyha ready. Hát én ready vagyok. Basszuk neki. Na, akkor... Szia Lima Hoon, ready for departure. Van egy enyhe balos oldal, szóval.
Rotate. Hát rotate. Gears up. Gears up. Flaps up. Nekem ki se volt. Nagyon standard. Hát minek? Nem muszáj ilyenkor. Ha van helyed. Na, sose tudhatod. Jó, hogy nem 30 feet magasság is, ha leáll a hajtómű. Hát nyilván persze. Frequency change, átraknak mindent az autóvizébe. Kommunikáció hoztam, persze. Catania Tower, Dayer Alpha, Sierra, X-ray Golf, Sierra, Alpha, frequency change. Hát a gázból vissza kell vennem. Visszavettem én is. 120-szal emelkedek egyébként. Request flight following. Itt vagyok mögötted. Hú, nekem nincs útvonalam, hallod. Nem ér. Nem tudom. Mert lehet, hogy nem állítottam be. Hogy ugye rányomom, hogy a... Beállítod, hogy izé. Nem tudom mi. Mi LMLL. Mi LMML. Lima, Mike, Mike, Lima. Itt repültük a vasútállomás felett. Istenem, gyönyörű a táj, komolyan mondom, hát ez egyszerűen elképesztően jól néz ki. Ja, és ugye itt Kataniának megvan egy része, ugye az 3D-s, ott repülgettem. Igen. Ott a házak között, az beszarás, de tök jó volt. Lehet látni a határt, és onnan se lesz nagyon szar egyébként. Nem az, hogy ó, itt ez a 2D és a 3D határa, az hiszem, mennyire szar, de ott tényleg azért nagyon élethűek ott. Ja. Ezek a kis papírvasé házak. Na, visszaveszek, hogy tudjál tartani. Kelljen nagyon füstölnöd. Itt vagyok a jobbodon. Ja, jó. Hát ilyen 72%-os torkkal megyek. Csak ez a rühös áosztop mindig kitakar. Ja, igen. Kicsit rá kell trimmelnem balra. Egyébként ez csak 81 kilométer, tehát Szicíliától maga a sziget, ez csak 81 kilométer. Ja, nincs messze. Nincs messze. Ahhoz képest tök sokáig tartott ideérni, no? A nagy sziget Málta, a kis sziget ez meg Gozó. Hát jó, de csak izéból nem a reptérre volt sok idő ideérni. Nem a izétől, a parttól. Ja. Már láttam is a fényeket. Ja. Mondjuk azért ez nincs egyre pazarolva az energia, hogy az nem világítám folyamatosan. Hát csak hogyha van leszállógép, akkor kapcsolják, mondom. Igen. És tudod, milyen sebességgel megy az ott? Na. Mind két a... mag. Igen. Aha, a leszálló fénynek, az, ahogyan megy az a csík, az két mag pont. Wow. De és ez miért jó? Figyelemfelkeltő, semmi. Hát csak izé így vannak a villogásnak a sebessége, tehát hogy belőle, hogy az két makkal megy a fénycsóva. Vagy hát nyilván nem annyi valami, csak ugye úgy kapcsolják fel a lámpát. Ja. Csak egy érdekesség, hogy ha két makkal menni ott egy repcsivel, akkor az olyan gyors. Az olyan gyors lenne. Ha 130 fokra fordulok, ugye 13-nak 130 a izé. Erre fogunk tovább, hogy amire most nézzünk amúgy. Hogy hát a... Jaja. Aztán ott felismertünk 27 ezerre, és szerintem azt átkenjük. Persze. Amúgy itt van egy ilyen lány. Akkor fordulok 130 fokra. Oké. Okay. Jaj, igen, ott a szám végni majd. Ott is fogyadna. Most viszont akkor kicsit majd. 178 a futónyitás. Jó. Akkor már nyájt is nyitni, de mindegy. Csak még nem kell, azért mondom, még egy kicsit azért. És akkor lesüllyedek olyan 1500 lábra. Ha valaha is ilyen repülőt tervezek, biztos is lesz egy féklap az van. Nem érezni ám itt ezen annyira, de amúgy pofánba számaz. Tehát ide leveszel a gázt, azért ezt izé... Érzed azt a laksulást.
Hát nyilván nem az. De, de egyébként igen, tehát az, hogy, hogy egyébként nekem nagyon hiányzik sok, tehát annyira jó az Altuszon, meg ezek az újra annyira ki lehet számolni azért a... tehát hogy nincs az, hogy azért, hogy... Igen, tehát... fogjon a motor, hanem... Ja, mondjuk azt, hogy ugye nem fékez igazából, hanem a merülősebességet növeli, úgyhogy nem, úgyhogy nézzél, hogy nem gyorsul a gép tőle. Hát tehát, hogy ja, tehát igazából ugye a felhajtó erőt csökkent ez. Na, Hoppá. Flex... Tusztál? Nem, ilyen rángatózik a gép, hogy te... Ja, az igen. Sziklafal fölött gondolom feldobja a szelet. Itt vagyok a jobbodon, menjél csak, követlek. Jó, akkor izé, flaps 1-es nósra kiteszem, jó? 3, 2... Mármint, hogy hát? Jóra. Persze, közben én egérrel tudom, mert nekem nincsen beállítva, hogy rohadjon meg. Dehogy nincs. Mi? Alapból be van állítva izé, a TMS switch, azt hiszem. Nem, mert nem töröltem az egész profilt. Ja. Átalakítottam. Ja, T-óra tettem most egyelőre akkor? Igen, T-óra. És akkor, ha tudod, akkor gear down. Tudom, hát gear down. És fordulok balra. És hogyha fehérbe vagy, akkor mehet a full flaps. Még nem. Meg mehet a gáz neki, mert tömeglassul szépen. Ugye fordulhatunk is pálya irányba. A nézelődés ideig kicsit. Ja. Na hát ebben a videóban két leszállás is tesztek rá, figyelj. Ja. És még egyszer se adtunk meg. Ugye tényleg, hogyha húzolok egy izét, egy triggert, akkor viszont pont oda néz, ahol a reptér van. Persze kitakarja. Ja, csak nekem igen, de mondom nekem, de meg kitakarja abból, és most nem látom. Ó, de egész jó sikerült, hallod. Ó, tök jó, mit akarsz. Ja, azt mondom, az ilyet a problémai. Egy picit magasan vagyunk, de csak egy lámpányival. Ja, papit nézed? Ja, papit néztem, hogy pont izé egy piros navál jó is. Itt vagyok a jobb szárnyad alatt konkrétan. Nagyon fasza. És akkor ilyen mínusz 500 feet-et kb. Azt, hogyha tartod ezzel a 85-90-es izé megközelítés, akkor kb. Ez a 3 fok. De te nézésem még csak köves. Így csinálom. Center line-ra menjek, vagy menjek a bal felére? Balra egy picit, még mindig egyre följebb jó. Kéne, nem? Nem, nekem pont jó. Neked jó? Nekem két fehér, két piros. Jó, két fehér, két piros, ja, jó, most nekem is. Nagyon picit visszább lopom a sebességet, mert 95-tel mentem, 85 előleg a... Egyen lejjebb vagyok, mint kéne én. Nem baj. Ez már itt a touchdown zónál mindegy, tehát hogy a... Értem. Inkább menjünk a repülőtér elejére. Ez inkább hosszabbról számít. Itt a végén ugye már nagyon pici korrekciók is azért többet. Ja. És ilyenkor már itt a reptértől egy mérföldön nem szoktam vele foglalkozni, akkor már... Érzés lesz kész. Igen, itt már. Sokkal küszöbb föltén le szoktam venni kb. A gázt itt a... Ja, és nullára, aztán kész. Ja, aztán szépen... Kilebegtetni. Ja, hadd sírjon. Megpróbálom fönn tartani általában még azért... Kicsit korábban leért, mint a piros zóna, de... És lent vagyunk. Ja. Take-off trim. Vagy azért, tehát a... Flaps take-off. Ja, és megyünk is akkor egyből, nem? Ah, és megyünk is egyből. Öcsém, nem fúgáz. Tudom, hogy izével kapcsolom. Nem engedi vissza a rohadt anyárat. Jó, visszaengedte, gáz. Hát itt most kicsit le fogsz lépni, mert szopat engem mindig ez a take-off.
Megvaj, megvárlak. Gear up. Nem sietek. Nem fordulok be a reptér fölé, hanem túl megyek rajta. Gear up. Mindenképpen már nézd meg ott előttünk azt az érdekes képződményt, ami lesz. Oké. Okay. Flaps up. Flaps up. Ott balra előttünk, hogy ez mi akar lenni. Ilyen fura alakú épületek, meg ez nem balra, nem, balra? Nem, nem, pont előttünk, nem fogod látni, nem mindegy. Nagy izék épületek, nem? Ja, de ilyen random formájú akár. Random formájú, ja. Lehet, hogy ez parkoló akart lenni amúgy, csak... Az úr azt mondta. Na mindegy. Ja, fordulok balra. Na hát akkor innentől szerintem sok látni valami nem lesz. Ja, még itt a tenger felé kimegyek, aztán utána emelkedünk, jó? Jó, nem is biztos, hogy tartom a köteléket, szerintem én is belevem az autópilótát, aztán... Jó van. Majd ott a vizénél megkeressük egymást. Rendben. Vagy akkor beállok én mögéd majd, most. Ja, jó, hát akkor viszont előre megyek, jobb oda. Ja, ennyi. Mennyivel emelkedjünk egy ilyen ezressel? Szerintem 1500 mehet. Sőt, 2000 is akár. Ezt mondod? Aha. Eltűntél. Várjál, eltűntem. Balra kanyarodok előtted. Külső nézetbe keres meg. Ja, de megvoltál. Tehát azért ott voltam mögötted, és így... lekapcsoltak az égről. Komolyan? Aha. Mit mondtál, 2500-es emelkedés? 2000. 2000, jó. És akkor 25000-re felmenjünk? Legalább. Egy ilyen 27, nem? Ja, meg vagy visszajöttél. Meg vagyok? Aha. Lehet, hogy ilyen kis internet connection. Lehet. Mert itt voltál közel előttem, aztán eltűnt a... De körülnéztem és sehol nem voltál, aztán csak visszajöttél. Amúgy, hát itt előtted van ám még egy hatalmas izé raktér. Ja, tudom. Hát a világ az motor... még gyorsabb, mint ez most már elvileg. Ész, mint a golyó egyszerűen, izé fontosan távol, egy picit. Megyek vissza? Nem kell, annyira nem, tehát nem vagy messze, csak mondjuk kilométeren belül vagyok, de... Jó van. Meg tudom, itt még süket a csengőd, de jó. Akkor is így picit folyamatosan egy pár métereket így csúszol el. Ja, én 200-zal, akkor azért. De nem értem, hogy miért. Most olyan közel repültem hozzád, hogy egymásban vagyunk, szerintem. Nem látom, hogy jöttél volna át rajtam. Megyünk éppen eltűnt. Nem, mert akkor eltűnt, itt vagyok tőle, ha kinézel el jobbra, akkor pont ott vagyok melletted. Nem látom semmit. Tényleg? Ha már nem, ugye megnézem kinézőt. Ja, most így is pont az ülés kitakar. Jó, hello. Most jön be a szárnyéged. Ja, kifordulok, ne vagy. Mi? Mondja, jól nézni. Na, feljöttem, mi? Ali, neki kell állunk süllyedni viszont tényleg. Hogy még a tenger amennyire van tőled, kb. Még annyira van a reptér. Hát nagyíts el rá. Vagy kicsi nyitsi. Én azonban, hogy rá vagyok nagyítva. Mert várj neked, a Hotel Invalidot angol van beírva? Igen. Ugyan megyünk, ugye? Jaj, jó.
jól súszom? Nem én lassulok. Nem. Ugye azt tartom. A kis lila vagy rózsaszín az azt mutatja, hogy mennyivel gyorsulok vagy lassulok, nem? Igen. Jól azt hiszem 10 másodperc múlva azt számolja. Ott a reptér már látom. Ja. Bebújjuk a felhők alá, aztán... balra kell mennünk, ugye? Akkor is másik irányból letenni. Nem tudom, hogy most kérdezem meg tőle. Nekem balkört mondott. Left de meg bájba. A 30-valahányos, tehát onnan kell jönnünk errefele. 35-ös... aha. Ja. Runway 35 left downwind, akkor eljek mögé, és akkor 190 fokra majd ráfordulok. Ami nem is olyan sok, mert akkor 10 fokot kell csak balra fordulni. Most, hogy nézem. Landing gear, bazd meg, és megelőzlek. Akkor előtt megyek. Ezek a felhők csak nem lennének átlátszóan. Elém jöttél? Hogy nem még? Nyomtam egy kövélet, 230-al vagyok. Nem látlak be ezért. Kicsit fordulok jobbrább. Hát, hogy mindjárt bele megyek a felhőbe, aztán hallottam, hogy ezért jobban látsz. Majd megyek a betonra. Ja, jobb feladtam, hogy... Istenem, nem látnak ebből a szarból be ezen. Igen, nagyon szar. A left downwind, ez azt jelenti, hogy jobbról kerülöd meg a repteret, és balra fordulsz rá? A left downwind az azt jelenti, hogy a bal hosszú fal, 35-es pálya bal fordulsz. Tehát ha elképzeled, hogy a 35-es pályán ja, felszállsz, értem. És bal kört mész, tehát nem jobbat. Jaj. Tehát akkor mindig át kell fordítani, mert igazából, hogyha azt mondja, hogy left downwind, akkor azt jelenti, hogy jobbra vagy a reptértől. Jaj. Mert ugye, mert bal körnek van. Jaj. Fordulunk? De, csak közben olvasok itt. Meg kéne lassítani is, nem? Igen. Hát, long final, jó az. Na, flaps. Down. Várja, bazd meg, kézzel kell behúznom. Úgy van, ez valami gombot fel kell okosítanom erre. Már tudom is, mi lesz. Boton a CMS kapcsolom. Már azaz, járjak is. Igen. Kérdezz meg, hogy gyors vagyok hozzád képes. Flaps. Landing, nem? Nem van. Nem látom a pályát, baszki, hogy hol van. Itt még csak fordul, jó az. Ja, jó, oké. Okay. Leszek lennelep, ha nem haragszol meg. Nem, te leszel lennelep, meg vagy. És birkoztam a rádióval, ez nem lett olyan profi. Ha meghallgattam az autist, aztán nem bírtam kikapcsolni. Az Atis. Attila. Ja. Karácsonyfával várnak minket. Azt hiszem. Most kajakra, erre van papi, jó. Ah, csak magas vagyok hozzá kicsit. Meg én is, nem számít. Baj. Az csak információ.
Mennyire vagy lemaradva? Itt vagyok egy... két géppel mögötted. Ja jó, akkor megyek bal oldalra. Megint. Ugye egy valamit megtanultam a DC-ben, nagyon jól, és így leszállni, ez ennyi. Gyorsodol a szél balról egyébként. Igen, mondták. Ja. Az 5-5 leveszem a gázt. Olyan finomakat tudok leszállni vele, tényleg ez a... ennyi, tehát semmi izé, tehát ilyen... semmi döccenés. Ja. Már itt lesz keresztbe, azt hiszem egy másik runway-jel, majd keresztezünk. Aztán akkor mi van? Ja, jó, semmi. Hát nekünk ide szabad leszállni, nem? Express taxi to gates. Emiatt meg nem enged. És miért akarsz a Bill Gateshez menni? Sierra Golf, Sierra Alpha, exit runway when able. Exit runway when able. Ja. Itt merre megy? Azt mondja, hogy... nem tudom, igazán mehetünk jobbra is. Egyszer megbeszéljük, hogy hova akarunk. De várj, de én írtam be ízét, hogy hova akarok megérkezni. Igen. Aha. Aztán engem szerintem elgújít oda. Jó, elguduló térkép. Ah, ja. Hát belezúnulsz. Azt akarom. Azt mondja, hogy Texan Cross Runway 35. Hát nem tudom, mondjuk itt lehet le kellett volna gurulni. Itt gurulj le jobbra. Á, most már nem tudok, mert már túlgurultam rajta. Most már mindegy. Ja, most jelenítottam bele, itt izé szenvedtem vele. Fura még ez az egérrel kell izé navigálni, nem izé VR-ra, tudod, oda nézek, azt csinálom. Na, akkor itt majd lefordulunk jobbra. Jó. Kivett. Jaj, van már a kurva anyádat, bazd meg. Majd itt egy follow me car, nem tudom, engem várja vajon. De átmegyek rajta. Flapsit azt húzd föl közben. Flapsit már felhúztam én. Ja, én meg most. Szabálytalanul. Most van handoff. Going to 120.1 Dayer Golf Sierra Alpha. A taxi to parking, nem? Igen. Azt, hogy beirányít. Mert egyszer leszálltam, akkor be volt irányítva, és akkor volt integető emberke, amikor mentem a izéhoz. Ja. Parking, és akkor mutatta, hogy még előrébb tudod, itt mutatta a jeleket, hogy... Taxi to General Aviation. Ja, itt van balra. Ja, itt van balra nekem. Szerintem. Igen, de egy balra nekem mutat is a csávók, ahogy izé, hogy... hogy odaálljak. Hát nem tudom, szerintem igen. Ja, jó lenne tudni a kézjeleket, pedig tudtam, basszus. Én meg nem tudom, hogy hol az én csávom. Hát adtál benne kézét, parkingét? Tehát, hogy... igen, igen. Hát jó, hát gyere ide, aztán kész. Ja, nem, nekem itt van, akkor egyből balra várja. Az enyém, mert nekem tiédet nem látom, talán most ráparkolsz egy Cessna egyébként. Tényleg? Na, nekem mutatta szépen, hogy izé, hogy ideig guruljak, aztán most mutatta a keresztet, hogy akkor állj. Még most mondja, hogy menjek jobbra egy kicsit, de leszarom. Mit akarsz? Pont rajta állok a sárgán. Az amikor tökéletesen így felfelé mutogat, mint hogyha feldugnál a seggébe, az mit jelent? Akkor nem tudom, majd megnézem. Nem akarok hülyeséget mondani. Hajtsam fel a szárnyakat, bazd meg, ez nem Hornet. Igen. Fel van hajtva a vége. Ja. Jó van öreg, ennyit tudtam. Na, ennek olyan válizomláza lesz, hogyha ezt nyomja ki folyamatosan. Igen, most éppen fejbe lövi magát az enyém. Checklist.
előveszem a checklistát, aztán... Shutdown. Time before descent, approach, emlék és shutdown. Parking brake, set. Jó van. Tick. External lights. És akkor 109 másodpercig várja. Tick. Tick. Fuel selector. Petrim off. Lead off. Flight idle az melyik? A flight idle az amikor izé... amiben a gázkat lehúzod normára. Nem, a taxi normál. Fölé. Igen. Az a flight idle. Ott vagy két percig, utána átteszed izébe. High idle-re. Ja. Nem. Vagy low idle-re. Low idle, 15 másodperc. És elkezd emelkedni a hőmérséklet. Jó, cut off, kész. Inertia separator kikapcsolva. Outboost pump off. Generator up off. Intercept. Micsoda? Intercept, az olyan, mint az intercept. Ja, igen. Csáv, az úgy nyomja itt a fitness-t előttem, hogy sem. Jó, hát azt mondták, 40 másodpercet kell várni. Faszahány volt. Vége van. Vége van. És kibasztom a képernyőt. Continue. Back to main menu. Continue, az mit csinál? Ugyanúgy ott visszaülsz és tatarozzál meg a livert. Hát gyerekek, ez tök jó volt. Na, Lalikám, köszönöm itt a kompániát. Na, fasza volt. Ja. Egész jó följött a napunk, nem? Egész jó. Ahhoz képest egész alacsonyan van, hallod? Hát mert ide értünk ám... Nem volt másfél óra. Ja. Na, folytatjuk gyerekek.